hát ezt említettem nektek régebben, hogy most következik egy kisebb szünet, így a videók terén, a játékban folytatom tovább, teljesen benne van a mindennapjaimban ez már. Nem kell attól aggódni, hogy abba fogom hagyni a játékot, bármennyire is kezd unalmas lenni, és nem rakják be az erődöt, azt a mocskos hétszentségit neki, hogy beígérték, nem beígérték? Dehogy nem, beígérték születésnapra, benn lesz az event, az új event benn lesz, hogy készen van, berakjuk nektek, és akkor hoppá, jaj, hát mégsem rakjuk be, mert most elkezdtük fejleszteni az új applikációnkat a okos telefonokra, meg mindenre, amikor már eddig is volt egy, de nem érdekel a senki, még jobb lesz, még újabb, teljesen átvariálják az egészet, na mindegy, nem ezért vagyunk itt, hát, na, mint láthatjátok, hogy itt állok 316 szélén, a villogott a küldetés, rámegyünk, pikpak meg lesz akkor 317. Nézzük, őt leverjük, és akkor igen, megyünk tovább a toronyba. Napi első küldetés meg is adta nekünk az egyetlen egy gombánkat, szuper! Most már csak 503 millió tapasztalatra van szükségem a következő szintlépéshez. Ez az, ez az. Na, van nekünk egy ilyenünk, őt akkor fel is használjuk. Várjunk csak, így. Mondom, igen. Pick föltettük. Oké, van életünk, van mindenünk. Hát akkor, igen. Közben ugye már a régebbi videó óta kaptam új cuccokat, vagyis hát vásárolgattam még, amikor születésnapja volt a játéknak. De gyorsan végigfutunk rajtuk, hogy jelenleg milyen cuccok vannak. Most láthatjátok ezt a maszkot, ez már régebb óta megvan, aztán van itt ez a frak, csodálatos frakunk nekünk. Azt újonnan vásároltam, 492, aztán ez régi kesztyű, ez szintén régi cucc, akkor a gitár is, és itt már ez a maradék 4, ez már full újba van. Ugye 3, vagyis 493, 494, 492, 494, ezek már Isten király cuccok, ezek vadi újak, tényleg zsírújak. Múltkor kaptam, de most megint epic hétvége van, viszont nem, itt semmi alapból nem volt a boltban, egy-kettő gomba elszaladgált, de semmi több. Aztán cuccot nem adott végül is. Amit még itt kicsit variálgattam, néhány cuccot, kicsit itt a mágusnál, kicsit a felderítőnél, kicsit a harcosnál is, de közben nekik is lehet dobni szintet. Ó, ez még szerencsé, hogy itt észrevettem. Oké, aranyterén rendben vagyunk. Szoktam mindig hagyni, hát esetleg kellene valamire. És akkor őt is fölpumpoljuk. Igen, hát a maradék cuccot, amit így levettem, azt átdobáltam a mágusra. Aztán, ami így teljesen fölösleges volt, azt meg WC-be, és akkor úgy kaptam vissza. Mint azt látjátok, Kunigundának van egy ilyen szuper kis íja, őt a WC-ből próbáltam összeszedni neki, mert a régi az már eszméletlen gyatra volt. Aztán most meglátjuk, hogyan fog ez elsülni. Lép be a toronyba, és akkor vágjunk neki a 82. szintnek, aminek már fogalmam sincs, hogy mióta nem csaptunk oda, és az tűnt fel, hogy lelassult a csata. Igen, gondolom az nektek is feltűnt, mert én már mondtam, hogy a következő videók azok a régi verzióban lesznek, viszont én mentem a régi verzióra, és ott csak egy halott fekete képernyőt dobott ki számomra. Mondom, szuper, akkor ennek is vége van. Bár most már tényleg én is kezdek hozzászokni ez az újhoz, meg ez a most már nem új, de új design, fogjuk rá, hogy új. Aztán most így hirtelen, így a harc. Az nagyon belassult. Ja, eddig olyan gyors volt, hogy nem lehetett követni. Na, szépeket ütök rá, de ez eddig nem volt elég. Legtöbb hős jött, látott és győzött, de nem. Épp hogy leütött mínusz 242 ezerbe, csapott minket. De semmi gond. Még egy 10-et megpróbálunk támadni körülbelül. Most nem mondom azt, hogy konkrétan 10 támadás lesz.
Meglátjuk. Lehetséges, hogy be is fogjuk verni a szintet. Ezt nem tudom megmondani sajnos előre. Gyerünk! Nem. Nem. Na most Kunigundára vagyok kíváncsi, hogy ez az új fegyverével mit tud, de hát nagyon ütik őt. És nem tér ki egyáltalán, és meghal. Azt hittem. És még tartja, tartja a frontot 23000 HP-val. Ő még tartja. Ez igen. És vége. 42 millió, 37 milliónál tartunk, nagyon jól állunk, eddig kritet ütök, ő kicsiket csapkod rám, és 24 millió van hátra. Atya, 16 millió! 6 millió hátra, és... Atya, 11 milliós krit, és tovább jutottunk! Ezt így kell csinálni, kis szünet, és utána adni fogja, nézzétek meg, adni fogja a tornyot, hát... 4-11 mindenre tulajdonság... Harcosnak tud. 4-11, 4-21-es. Nézzük, a páncél sokkal jobb. 50% így is megvan. A szintéhez képest. 4-11. És hát akkor ő lesz a következő mézes macek. Ő az ellenségünk, 83. szint. Ugye a 100-ból. Több ezer mély dolgozott keményen, hogy aztán gonosz módon lenyúlja a munkájuk gyümölcsét. Já, bosszút a mély királynő nevében. Hát mi bosszút állunk, jövünk, lezúzzuk majd a mézes mackót. Legalábbis én nagyon remélem. Azt most így hirtelen nem tudom megmondani nektek, hogy milyen szörnyen lesz dolgunk. Mágus, harcos vagy felderítő, nem tudom, közben azt láthattátok, meg én is meglepődtem kicsit, hogy jött a hang, és akkor pittyent egyet, megírta, hogy plusz egy. Hogy kaptunk egy cuccot ide a gyűjtő albumba, mivel lezúztuk a tornyot, akkor be is dobta ezt nekünk valahol a végére. Mondom én valahol. Se baj, most nem fogjuk előkeresni, benne van kéz, kaptunk valamennyi kis százalékot, léptünk előre. Hát fogjuk rá, jól állok benne. Próbáltam keresgélni, de most már tényleg minimális tudsz van, ami úgy hátra van, és még ki kéne keresgetnem, de lusta voltam hozzá. Amint viszont láthattatok még, hogy 11. helyen vagyok jelenleg, föltornáztam magamat elég szépen, ugye ebben a kis időben, amíg nem nagyon támogattam a toronyot, viszont most a torony meg is lett második támadásra. Eszméletlen, miket csaptam én rá, és hogy ő nem tudott nagyokat ütni ránk, ez hatalmas szerencse volt számunkra. Na, hát most itt az alkalom, hamarosan támadni fogom akkor a következő szintet is. Ne menjetek messzire akkor. Köszi szépen, hogy itt voltatok velem. Hogyha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel mindenképpen a csatornámra, és ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Köszi szépen, sziasztok!